Ószövetségi bevezető, tizedik befejező rész. A babiloni fogság. Júda szomorú állapotban van. Látjuk, hogy hogyan támadta meg Asszíria Izraelt, majd Júdát, és ezután egy új nagyhatalom, Babilon kerül a csúcsra. Ninive leverése után a babiloniak Damaszkuszon keresztül jutottak el Jeruzsálemig, többször ostromolták meg a várost, végül bevették. Elpusztították a templomot is, a népet pedig Babilonba hurcolták. Babilónia nemzete a középponton helyezkedik el, az Eufrátesz mentén van. A babilóniaiakat az asszírok támadták. Tudjuk, hogy Ninive északon van, a Tigris folyó mentén. 616 és 609 között a babilóniaiak támadták Asszíriát, 612-ben Ninive városát lerombolták. Ninive északon a Tigris folyó mentén van. Miután Ninivét lerombolták, a babiloniaiak lefelé indultak el Damaszkusz és Jeruzsálem mentén. Jeruzsálemet többször támadták, végül le is rombolták, és Babilon földjére vitték az embereket. 597-ben Krisztus után az új babiloniai király Nabukodonozor Jeruzsálem városa ellen támadt. A Bibliában leírt eseményeket néha konkrétan igazolja a régészet, például a II. Krónika 36. fejezet 10-es ige szerint Jeruzsálem az év tavaszán bukott el. A babiloniai krónika ezt megerősítette Krisztus előtt 597. 3. hó 16-án történt, Adár hónapban, 2. a 7. évben. Ekkor még nem pusztult el a város, de a népet deportálták. Nabukodonozor bevette Jeruzsálemet az évnek a tavaszi időszakában, és a kutatók olyan dokumentumokat találtak meg, ez egy adag dokumentum tartalmazta, tehát egy adag edénybe volt, hogy hogyan vették be Jeruzsálemet. Az időpontot is megadta, Nabukodonozor uralkodásának 7. évében, Adár hónap napján 597 történt. A babiloniaiak nagyon sok embert elhurcoltak. Jeremiás azt tanácsolta, hogy ne küzdjenek a babiloniaiak ellen, de a királyuk továbbra is váltogatta az irányvonalat Egyiptom és Babilónia felé. 587 és 586-ban, vagyis között, a babiloniaiak újra betörtek és lerombolták, a templomot felégették, és tűzzel rombolták, és minden embert elhurcoltak. Nagy hatással volt a zsidók Babilonba való hurcolásának. Jeremiás proféta előre megmondotta a templom pusztulását, de Jeremiás üzenetével még nem is ért véget minden, de tudjuk, hogy Jeremiásra nem hallgattak. Ez a Jeremiás 29. fejezetébe találhatjátok. Nem volt templomuk, és az emberek kis csoportokba jöttek össze imádkozni zsinagógákban, az egy nagyon szörnyűséges idő volt. Tehát nem hallgattak a prófétára, és hát a király nagy mértékben el is távasztotta, vagy el is tévesztette ezeket a dolgokat. Perzsia elfoglalja Babilont. Jeremiás 29.10. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, és visszahozlak titeket a helyre. Babilonban a zsidók megdöbbentek, ugye, Jeremiás profétának igaza volt. Felégették a templomot, lerombolták a várost, és többé már nem létezett a nemzet a földön. Az egy szörnyű pusztítás volt. Csak elhurcolt emberek voltak egy ideig az országban. Miért hagyta Isten, hogy ez megtörténjen? És sokat gondolkodtak ezen. És rájöttek, hogy ez az ő bűneik miatt volt, mert megtörték a szövetséget Istennel, amit elődök kötöttek vele. És meg van írva, hogy áldások jönnek a szövetséggel,
az engedelmességre, és ítélet az engedelmetlenségre. És tudjuk, hogy generáció generáció után engedetlen és engedetlen volt. Nem volt templom, nem volt oltár, ahol bűnáldozatot hozhattak volna. Amelyük maradt, az csak az, hogy imádkozzanak, és ahelyett, hogy ceremóniákba és a papokra gondoltak volna, az ő szívükbe kellett, hogy megtérjenek. Megvolt nekik Isten igéje a papírtekercsekbe, és elkezdték azokat tanulmányozni, és változás kezdett jönni. Ahelyett, hogy csak a templomban vagy a rituáléba koncentráltak volna, kezdtek kis csoportokba összejönni, zsinagógák jönni össze, és gyülekezetek kezdete. Tehát nem ceremóniákat tartottak, Isten igét tanulmányozták és imádkoztak, és ahelyett, hogy a pap lett volna a legfontosabb személy, az írástudó vált a legfontosabb személyé, aki tanította Istenről az embereket. Ez volt a kezdete a zsidó rabbiknak és a keresztény prédikátoroknak. Nagy változások történtek, mert az emberek, úgy is mondhatnám, behúzták fülüket, varkokat, rájöttek, hogy Istennel nem lehet ellenkezni. Isten beteljesítette Jeremiásnak tett ígéretét. A Babilonba való fogság csak 70 évre szólt. A perzsa és a médek hadserege Babilonon keresztül jött, és elfoglalta Babilont. És megengedte, hogy a zsidók saját otthonaikba térjenek 539-ben, októberben, Krisztus előtt. A perzsa hadsereg Babilont bevette, Círus, a perzsa király jó hozzáállással volt az alattvalóihoz. Ő egy jó király volt, ő nem hurcolt el az embereket, hitt abban, hogy minél boldogabbak az emberek, annál könnyebb uralkodni rajtuk. És megengedte, hogy a zsidók visszatérjenek a hazájukba, és újjáépítsék Jeruzsálemet. Tehát ez a király, Círus király engedte meg, hogy a zsidók hazatérjenek, és újjáépítsék Jeruzsálemet, a templomot. Ez az Ézsás könyvében található. Nem minden zsidó ment vissza, de elég ember volt, aki a templomot építette. Krisztus előtt 516-ban, 70 évvel azután, hogy le lett rombolva a templom. Pontosan 70 év telt el. Látjátok, ezek mind bibliai számok. 7 a teljesség száma. Krisztus előtt 586 a templomnak le lett rombolva is. Amikor a zsidók visszamentek Jeruzsálembe, különböző csoportokban és időkben mentek vissza. Az első csoportot 2 ember vezette, akik politikai vezetők voltak. Sesbazar és Zorobábel, és Jósua a főpap. Az Ézsás könyvében 5.1-ben olvashatjuk, hogy hogyan tértek haza az emberek. Együttműködés volt az emberek között, a nemzeti vezetők között, Zorobábel, Jósua és a proféták, Ageusz és Zakariás között együtt dolgoztak a templom helyreállításán. Nézzük Ézsás könyvében az 5. fejezet első részeit. Tehát Ézsás 5.1-től a templom építés folytatása. És profétálának a proféták, Ageusz a proféta és Zakariás, az Idó fia, a zsidóknak, akik voltak Júdában és Jeruzsálemben, szólván nekik az Izrael istenének nevében. Akkor fölkelének Zorobábel, Sealtiel fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzákezdének Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, és velük voltak Isten profétái támogatván őket. Abban az időben jöve hozzájuk Tatenál folyóvizen túli helytartó, és Setár bóznai és társai, és így szólának nékik. Kiadott néktek szabadságot, hogy a házat építsétek, és a kőfalat készítsétek. Ekkor megmondák nékik, így módon, hogy kik a ma férfiak név szerint, kik az épületet építik. Az ő istenük szeme volt a zsidók vénein, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy Dáriusz elébe jutant, amikor is levélben fognak felelni a dologra nézve.
A nyolcas azt mondja, tudtára legyen a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Istennek házához, és az építették nagy kövekből, és farakatik a falakra, és e munka szorgalmasan folyik, és áldott lészen az ő kezeik által. Olvassátok el ezt a fejezetet. Az Ageus profétához megyünk az 1-2-ben, azt mondja itt a Szentírás. Így szól a seregeknek ura mondván, ezt mondja a nép, nem jött még el az idő az úr háza építésének ideje, 1-4. Ideje én néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozatok, holott ez a ház romokban áll. Volt egy olyan helyzet, hogy az emberek, amikor visszamentek Jeruzsálembe, a saját házukat kezdték építeni. Hát ez érthető volt, Isten is megértette, mert valahol kellett lakniuk, míg a templomot építik. És elkezdték díszíteni, építeni a sajátjukat, és Isten szólt a profétán keresztül, hát azért jöttetek vissza, hogy az én házamat építsétek. Tehát itt az ideje, hogy építsétek a templomot. 1-9 azt mondja, sokat vártatok, de imé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfúvalok arra, mi okáért? Azt mondja a seregek ura, az én házamért, amely Imromban áll, ti pedig siettek mindenki a maga házához. És Isten azt mondja, hogy imé sokat vártatok, és kevés lett. Mi okáért az én házam romban állt, és romban áll. De Ageusz bátorítja őket a 2-4-ben, és a Zakariás könyve 4-6-ban. A proféta beszél az emberekhez abban az időben, amikor ez a politikai krízis beáll a perzsa birodalom uralkodása után. Lehet, hogy kísértésbe estek, hogy a saját útjaikon járjanak, és hát Isten mondja, hogy a ti utaitok, nem az én utam. Tehát az embereknek meg kellett tanulni, hogy nem az ő erejük által, hanem Isten szelleme által lépjenek előre. És a zsidó nép visszatérése által ez le van írva az Ézsás fejezeteiben. De azt is tudnunk kell, hogy van egy 59 éves rés, és az 59 év nem telt el üresen. Ebben az 59-es részben megtaláljuk Eszter könyvét. A Zakariás 4-6-tól 10-ig. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Ezt mondja a seregek ura. Ki vagy te nagy hegy? Lapájá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad. Áldás, áldás reá! És szól a hozzám az úr mondván. A Zorobábel kezeibe tették meg e ház alapját, és az ő kezei végzik el azt, és megtudod, hogy a seregek ura küldötte engem hozzátok. Mert akik csúfolták a kicsin kezdetet, örülni fognak, ha meglátják Zorobábel kezében az onkövet. Hét van ilyen az úrnak szemei ezek, amelyek átpillantják az egész földet. Visszatérve Eszter könyvére, 4. hanem mostani időért jutottál királyságra. Amikor egy perzsa tisztartó megpróbálta Izrael népét lerombolni, Isten tudta, hogy ez megtörténhet, és Isten egy fiatal zsidó hölgyet tett perzsa királynővé, hogy megmentse a népet abban az időben. Márdokeusz szólt Eszterhez, Eszter bemegy a király elé, és képes volt a királyt befolyásolni. Egy újabb visszatérés történt, amikor még több zsidó tért vissza Babilonba, Jeruzsálembe. És nem csak Babilonból, hanem más területekről is, ahol éltek. Az Ézsás 7. részében tanuljuk meg, és találjuk meg, hogy maga Ézsás is visszament Krisztus előtt 457. Tudjuk, hogy Eszter királynő bemegy a király elé, és képes volt a királyt befolyásolni Eszter királynőnek a nagyon példamutató magatartását. Tehát nagyon csodálatos történet. Kérlek, hogy nagy figyelemmel olvassátok. Hogy egy újabb visszatérés történt, amikor még több zsidó tért vissza Babilonba, Jeruzsálembe, és nem csak Babilonból, hanem más területekről is, ahol éltek. Ahogy mondtam, az Ézsás 7. részében találjuk meg, maga Ézsás is visszament Krisztus előtt 457-ben. Néhány évvel később egy másik zsidó, egy fontos ember csatlakozott hozzá, Nehémiás. Egy csodálatos ember volt, aki a királynak volt a szolgája Perzsiában, nagyon fontos pozíciója volt,
És a perzsa király megengedte neki, hogy visszamenjen Jeruzsálembe. 444-ben Krisztus előtt az embereknek már voltak házaik, amiben éltek. A város azonban nem megfelelően működött, és nem volt városfal, nem volt védelem. A nemzetnek szüksége volt arra, hogy megfelelő rendezettsége legyen, és védelme. Isten megtette ezt a rendezést, elküldi, ugye Nehémiás építi körbe a falat, vagyis újjá kell építeni, helyreállítani a templomot, a zsinagógát is elkezdték építeni, és nem csak Jeruzsálembe tették meg az áldozásokat, hanem már olvassák az igét, és imádkoznak. A földön, ahol csak éltek, és nem csak papok voltak már fontosak, az írástudók fontosak voltak, és ami az új testamentumban van, ha Jeruzsálemben zsinagógák is vannak, a zsidók tudjuk, hogy más országokban is éltek közösségben, és Isten ezt használta. Amikor Pál apostol kiment hirdetni az evangéliumot, megvolt nekik Isten igéje. Nehémiás nagyon csodálatos munkát végzett, ez egy gyönyörű fejezet, kérlek, szintén olvassátok el, nagyon sokat tanulhattok belőle. Tehát kik voltak a proféták? Nézzük. Héber kifejezés, Navi, szószóló, Istennek a szószólói. Az emberek mindig arra gondolnak a proféta által, azok mindig a jövőben néznek előre, és ez hát nem mindig teljesen igaz, és ha végigolvasuk a profétákat, akkor gyakran a szövetségről beszélnek nagyon sok mindenről, a kivonulás tényéről, és visszanéznek arra a szövetségre, mert Sínai hegyen köttetett, és ez az, amit Isten tett. Amit pedig Isten tett, az mindig fontos mindannyiunknak. Tudjuk, hogy a proféta az mindig visszanéz, kijelent és előre néz. Nem jós. A proféta nem jós. Ő az igazság hirdetője. Azt mondták, úgy kell élnünk, ami dicsőíti Istent. Tehát a kapcsolatunk Istennel és egymással egy új úton. Ez nagyon fontos. A egységben, a szeretetben és a békességben. A bibliai proféták nem az okkultizmusban élő emberek voltak, ők nem próbálták a jövőt kitalálni, hanem Istentől hallottak és szóltak. Tehát morálisan és erkölcsileg is az üzenetet hordozták, volt érzékük az üdvösségre, Isten közelében voltak, és tudjuk, hogy nagyon közeli volt a kapcsolatuk Istennel. A profétáknak a megtéréssel és a lojalitással, hűséggel van összefüggésük. Például Hóseás példája. Hóseás Gommát vette feleségül, aki nem volt hűséges hozzá, egy prostituált volt, és a rejtőn ment lefelé. Megcsalta őt, házasságtörés követette, és tudjuk, hogy Hóseás szíve megtört, de nem tudott semmit tenni. Elengedte, hogy menjen el végül a felesége. Isten szava jött hozzá a Hózseás 3.1-be. Mondd az Úr, menj el újra. És hát ugye menjen el újra, és ugye próbáljon a feleségével megegyezkedni. A Hózseás 11.8-ban nehéz volt ezt megtenni, hogy visszamenjen a saját feleségehez, és mondja meg neki, hogy annyi férfivel voltál, és meg sem tudom számolni, de mégis szeretlek. A Hóseás 14.1 és 14.4-ben Hóseás azt mondja, hogy Isten is így szereti Izraelt. Isten így szeret téged is. A 11.8-ban és a 14.1-ben. És azt mondja, térj vissza Izrael, és én kigyógyítlak téged minden hűtlenségedből. Ezeket az igéket felolvasom, mert annyira szép történet, és valójában, ahogy a profétát megcsalta a felesége, ugyanígy az izraeliek, az ő választott népe, ugyanígy megcsalta a mi Istenünket, és olyan dolgokat tett, ami fájdalmat szerzett az atyánk érzelmeinek. Nézzük ezeket az igéket. Az első, Hózseás 3.1. És mondd az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő.
amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak, és szeretik a szőlős kalácsokat. Hózseás 11.8. Miképpen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael? Miként adnálak oda, mint admát? Tennélek olyanná, amilyen Seboim. Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden szánalmam. Nem végzem el haragomnak hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten vagyok én, és nem embert. A Szent te közötted, és nem haraggal jövök én. És akkor nézzük a 14.1-et és 14.4-et. Térj vissza hát Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál ánokságod miatt. Vegyetek és vigyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz, mondjátok néki, védj el minden ánokságot, és fogadd el azt, ami jó, és ajkaink túlkaival áldozunk néked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezeink csinálmányának, Istenünk, mert nálad talál kegyelmet az árva. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libanon. Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfái, illata pedig, mint a libanoné. Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevenednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő, híre olyan lesz, mint a Libanon bórái. Efraim így szól. Mi közöm nékem többé a bálványokhoz? Én meghallgatom, és figyelek rá, olyan vagyok, mint a zöldelő ciprusfa. Tőlem származik a te gyümölcsöd. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket? Bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járván azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtuk. Gyönyörű ige versek. Ez Istennek az irgalmáról és a kegyelmességéről szól. Ha megfelelő kapcsolatban élünk Istennel és egymással, akkor őszintességben kell élnünk. Valójában a proféták mindig kimondják a dolgokat, és érdekli őket a kapcsolat. Tehát Isten ott van-e a közeledben, azt kérdem. Ha állsz és nézed a hegyeket, és előtted egy hegylánc fut, és amögött egy másik hegylánc, ha te azokon elkezdesz sétálni, akkor meg fogsz látni olyan hegyeket, amit addig nem láttál. A proféták, amikor előre tekintenek, olyat mondanak, amik meg fognak történni. De lehet, hogy csak 200 év múlva, és lehet, hogy még nem történtek meg. És Isten nem mindig határozta meg az idejét, a helyét, hogy az a történés mikor fog megtörténni. Izrael legkorábbi profétai elsősorban Mózes, és később is voltak proféták. Istennel szövetséges kapcsolat volt. Isten megmondta, hogy a te magod és a te utódod, a föld minden nemzete áldott lesz. Ugye Ábrahámnak mondta ezt. Ez az áldás van meg az Úr Jézusban. Ha tanulmányozzuk az Új Testamentumot, a Biblia minden részét tanulmányoznunk kell, és azt mondta a tanítványoknak, ugye? Tehát a régi szövetség a törvényen alapult. Sok rossz volt az emberi természetben, és azt mondta Isten, hogy ezt a régi természetet meg kell változtatni. Isten azt mondta Jeremiáson keresztül, hogy egy új szövetséget fog kötni az emberrel. Az új szövetségben egy élő kapcsolat van köztünk és Isten között. Több száz év telt el, Jézus megjelent testben, ott volt a felházban a tanítványaival, majd meghalt, de feltámadt, de előtte tudjuk, hogy az utolsó vacsoránál a Páska ünnepének a pohara volt, és ez egy megemlékezés volt. Ez az új szövetség az én véremben. És Isten kimenekítette az izraelitákat, de mindenki számára van ez, nem csak Ráhábnak, Rútnak, bárkinek. A törvényemet a szívedbe helyezem, és beírom azt. De hát Isten a törvényét a szívünkbe írja be, és a bűneinkről, ánokságainkról többé meg nem emlékezik.
És azt mondja, hogy mi az ő népe leszünk. És ő lesz a mi Istenünk. Tehát Istennel köztjük össze magunkat, de nem azzal a ceremóniával, amivel Ábrám rendelkezett, hanem az igével, Hesed, Kaszed, Isten kedvességével, jóságával, ami ebbe a kapcsolatba bele tartozik. És így Ábrám áldása a pogányokra, a mi magunkra is, és a föld minden nemzetére kiárad, és áldás lesz. Tehát ez az áldás van meg Krisztus Jézusban. Megemlékezünk arról a szövetségről, tehát nem a szövetség bukott el, hanem az emberek miatt bukott meg az a régi szövetség. Mert az emberi természetet meg kellett változtatni. Ábrám áldása a pogányokon azok az áldások voltak, amelyeket Isten 4000 évvel ezelőtt ígért Ábrámnak, Jézus Krisztusban valósulnak meg. Mindig, amikor a profétáltak, az megtörtént, de nem mindig egy idő határon belül. Ezt az előbb mondtam, lehet, hogy 200 évet mondtam először, lehet, hogy 100 év múlva, lehet 1 év, 1 hét, és a proféták azt megkapták, amit Isten tenni fog. Illés, Elizeus prédikáltak, de például ők nem írtak. Vannak író proféták. Végére értünk ennek a sorozatnak, a második szemeszter záró vizsgájának a vége, és a harmadik szemeszter első részén fogunk találkozni. Amen.